Az ötlet, hogy Debrecenben koncertezzünk Somogyi Tóth Danival és Tóth László alias Lecsó, hogy mindannyian a zenei világban hívjuk trombita művésszel, ez már régóta érlelődött, hiszen Daninak a hazája lett, az otthona lett Debrecen, és az egyértelmű, hogy akkor kihasználva azt, hogy ő ott vezeti a kórust is, meg a zenekart is, akkor miért ne lehetne egy ilyen klassz állomása ennek a csodálatos turnénknak, ami már egy jól bevált és jól begyakorolt trió. Felejthetetlen élmény, tehát nagyon jó első állomás volt, több mint másfél éve volt az első koncert, hiszen a 700 férőhelyes Sepsiszentgyörgyi templomban közel 1100 ember volt és hallgatott minket, és tényleg felejthetetlen volt, hogy lementünk meghajlásra az oltárhoz, és egyszerűen testőröknek kellett az utat tényleg kitörni számunkra, mert annyira örültek, és annyira hálásak voltak az emberek azért, hogy ilyen zenét vittünk oda. Voltunk Gyulán, voltunk Székesfehérváron, de ezek voltak azok a főbb állomások, amik tulajdonképpen a Daninak voltak az ötletei. Ez a speciális hármas koncertötlet, ez már azért régóta érlelődött, hiszen Danival már tulajdonképpen egy nagyon régi barátságot ápolok, szakmai kapcsolatot, hiszen az Operett Színházban ő tanította be nekem, sőt vezényelte is a Bajadért, amiben Odette Dalimont szerepét énekeltem. És mivel ez alatt az időszak alatt megismerhettem őt, én már nagyon kíváncsi voltam rá, hogy ő hogy orgonál, hogy muzsikál, mint szólóban, mint kísérő is. És aztán valahogy hozzánk csapódott Lecsó is, arra már nem emlékszem, hogy ő hogy, vele viszont már sokkal többet zenéltem együtt, hiszen a Nemzeti Filharmonikusoknak az első trombitása, egy nagyszerű trombitásról van szó, nem akármilyen trombitásról. És tényleg, amikor megszólaltatja a hangszert, akkor szinte az ember elfelejt mindent. Tehát valami olyan szinten tudja megszólaltatni, és sokszor irigylem őt, mert én a saját hangomat nem tudom úgy megszólaltatni. Szóval végülis a Danival kezdtük el ezt az ötletelést, hogy érdemes lenne egy ilyen koncertet csinálni, és egyértelmű volt, hogy a trombitás nagyon sok olyan darab van, ami trombita szólóra és ének szólóra, szoprán szólóra íródott. Persze nagyon ritkán ének, mert nem olyan könnyűek, és akkor kiválasztottunk darabokat, és elkezdtünk rajta dolgozni. Ez egy nagyon speciális anyag egyébként tényleg, mert nagyon vegyes és nagyon színes a program. Tehát igazából nem az volt a koncepciónk, hogy akkor valami egy időszakot, vagy egy zeneszerzőt, vagy két zeneszerzőnek a bizonyos időszakait átöleljük, hanem az, hogy minél színesebb legyen, minél sokoldalúbb, hogy az oratórikus zenét, tehát ezt a műfajt is valahogy az emberekhez közelebb hozzuk. Hát ezt mindenki tudja, hogy ebben mindig nagy úttörő voltam, tehát nagyon szerettem valami olyasmit csinálni, ami csúnya szó ez a populárisabb, de mégis valahogy közelebb hoz azokhoz az emberekhez is ezt a fajta zenét, a komoly zenét, a klasszikus zenét, amivel nem lesz olyan idegen ez a műfaj, és direkt kiválasztottunk olyanokat is, például benne van természetesen 3-4 fajta Ave Maria, ami a nagyobb, a híresebb, a Schubert, a Gounod, és egy, amit nagyon szeretek, mert számomra sok dalt írt Wolf Péternek az Ave Mariája, és hát vannak benne ritkaságok, foré, akár Handelt említhetném, akinek az egyik annak idején, annak királynő számára születésnapjára írt egy ódát, és az kifejezetten trombita szólóra és ének szólóra íródott. Hát az például olyan csodálatos, annyira az a csúcspontja a koncertnek szerintem. Szóval nagyon érdekes a program. És persze ez azzal is színesedik, hogy ez nem áll tőlünk távol, sem Danitól, sem tőlem, hogy eközben mi azért kommentáljuk, interpretáljuk szóban is ezeket az anyagokat, zenéket, és hát ez nagyon, hogy mondjam, természetessé teszi az egész oratórikus műfajt, és tényleg, amit az előbb mondtam, hogy közelebb hoz az emberekhez, hogy élő szóban is azért 2-3 mondatban elmondjuk az élményeinket, anekdotákat fűzünk hozzá, úgyhogy mindig nagyon nagy siker ez a koncert.
ezelőtt a koncert előtt, ami nagyon fontos volt számomra, az az operaházi premier, hiszen évadnyitó előadás volt a Erkel Hunyadi László című operája, amiben Gara Máriát énekeltem, most énekeltem először magát a szerepet is, és külön még színesítette és izgalmasabbá tette az egészet, hogy az ős változatát ennek lemezre vettük. Ez nehéz is volt, de érdekes is volt, hogy annak idején például hogy énekelték, vagy eredetileg ez hogy indult, és hova jutott el ez a darab. És persze kellett a változás neki, hiszen azért egy régi nyelvezetet nagyon nehéz hallgatni, és hosszabb is volt az egész, tehát nagyon jót tett a változás ennek a darabnak. Ez nehéz volt, de nagyon klassz élmény volt, hiszen magát az operát kivitték az utcára is óriás kivetítőn, és azon túl még élőben, vagyis csúsztatott közvetítés volt, és ezáltal nagyon sok emberhez eljutott, és nekünk is egy kicsit izgalmasabb volt az egész, hogy ilyen nagy propagálásban volt részünk. Azt hiszem, hogy ez méltó kezdés volt az évadhoz. És Debrecen után pedig nem más következik, mint New York, bár most nem énekelni megyek, hanem a New York maratont szeretném lefutni. Életemben először és utoljára, de leszeretném futni, már több mint egy éve készülök rá, úgyhogy ez is szerves része az én operai életemnek, hogy közben a testedzéssel is foglalkozom, és azzal, hogy ezt minél jobban teljesítsem. Az egyik ilyen atlétikai alapítványnak az elnöke, sőt az egyik legjobb alapítványnak ennek az elnöke, ugye a célunk az, és az én célom is az, hogy népszerűsítsem a sportot, magát az atlétikát is, és mindenáról szeretném a művészetet társítani a sporttal, hiszen szerintem nem létezhet egymás nélkül, és a sport is ugyanúgy a kultúra része, mint az opera, mivel számomra elválasztatlan a két dolog, így most ez nagyon nagy szerepet kap az életemben, hogy népszerűsítsem az operát a sporton keresztül, és a sportot az operán keresztül. A New York maraton után azért újra visszatérek az opera színpadra. Münchenbe utazom, ott a szokásos híves varázsúból a sorozatomat megcsinálom. Imádom azt a színházat, tényleg a Bayerische Staatsoper szerintem Európa legjobb színháza. És nagyon jó előadás van, azért is vállalom mindig el, még a varázsúból látott. Aztán jövök vissza, mert Leonuccival csinálom az operában a Rigolettót, Gilda szerepében énekelek. Végre itthon karácsonyozom és szilveszterezem, de utána azonnal utazom, és még úgy erre a szezonra bevállaltam egy varázsfúvolát, de csak azért, pedig már mindig mondom, hogy nem, többet nem. Malmöben, ahol nagyon jó opera élet folyik, Hasár Tamás rendezi a varázsfúvolát, és engem ez annyira izgatott, hogy ő hogy képzeli ezt el, hogy mindenféleképpen el akartam, és meg is fogom csinálni. Úgyhogy aztán még a szezonban meglepő módon, azt hiszem, hogy az első szezon az életemben, amikor egy csomó szerepben énekelek az Operaházban itt Budapesten, fogok énekelni Konstancát a Szüttetésből, fogok énekelni Arabellát, és persze még a Hunyadiból is lesz egy pár előadás, és az operával Japánba megyek turnézni, és életemben először fogom énekelni a Violettát a Traviátából, ami ugye nem titkoltan tulajdonképpen ez venné át a varázsfúvola sorozatomat az életemben, és ez lenne az a váltás, amivel egy másfajta szekcióba térek át. Úgyhogy nagyon nagy várakozással vagyok a szezon előtt.